Nagyon-nagyon meghatottan, nagyon nagy örömmel szeretnénk bejelenteni Gál Völgyi Jánost! Köszönöm szépen. Tényleg meg vagyok nagyon hatva. És föl van írva, de majd meg vagyok hatva. És azért kellett jönnöm, hogy néhány jó szót mondjak erről a két nagyon tehetséges fiúról, hogy milyen bátrak, milyen szellemesek, és politikailag milyen éles látásúak, és egyáltalán. Ezt nem tudom róluk elmondani, de... Az az igazság, hogy én bajban vagyok, mert hogy miről lehet beszélni, és én nem irigylem őket, Aradi Pistit és, vagy, bocsánat, Aradi Tibort és Varga Ferit, József Ferenc, mindegy, hát önök a közönségeik, nekik hát ők, önök ismerik őket. Én is ismerem nagyon régóta, és figyelem őket, hogy tényleg, egyre vannak. Szóval, hogy az igazság az, hogy borzasztó nehéz, mert politikáról nem szeretnék beszélni, hiszen itt a csatorna legnézettebb műsora a Sas, aki ezt tényleg magas színvonalon repked és csinálja. De nincs önök között például a miniszterelnök jelölt, mert nem Isten ments, hogy megbántsak valakit, mert annyi szélelmélet miniszterelnök jelölt van mostanában. Hogy én nem akarok politikáról beszélni, csak azt szeretem bennük, hogy mindegyik azt mondja, hogy ő lesz majd a miniszterelnök, hogy ő a legerősebb, ő a legokosabb, ez olyan, mint amikor a farkas megy az erdőben és üvöltözik, hogy én vagyok az atya úristen, én vagyok az atya úristen, és a kis nyuszi odára elé, azt mondja, nem vagy te atya úristen, te csak a farkas vagy, nem én vagyok az atya úristen, nem vagy te atya úristen, te csak a farkas vagy, erre a farkas szétrántja a kabátját, azt mondja, nyuszi, te atya úr! Én így... De nem. Bocsánat, arról kell beszélnem, hogy ez a két tehetséges fiú, tehát Aradi Tibor és Ferenc, Varga Ferenc, jó. Ferenc Józsefnek hívnak valaki, miért Varga, nem tudom. Szóval, hogy tényleg tehetségesek és bátrak és szellemesek, de majd erről később fog beszélni, ha eszembe jut. De az igazság az, hogy borzasztó nehéz egyáltalán bármiről beszélni, és tényleg nem irigylem ezt a két nagyon-nagyon tehetséges, fölvaniban, tehetséges fiút, mert mostanában mivel lehet viccelni? Hát az ember politikával nem mer viccelni, vicceket mondani, meg az egy nagyon olcsó dolog. Én eszembe jutott, amikor volt ez a megtisztelő felkérés részükről, hogy elmondok egy viccet, amit én nem szeretek, mert nem is tudok elmondani nagyon, hogy bemegy egy ember a hangszerboltba, el fogom mondani, bemegy egy ember a hangszerboltba, és azt mondja a hosszas nézelődés után, hogy kérném szépen ezt a piros szaxofont és ezt a fehér tangóharmonikát, mire azt mondja az eladó, uram, a poroltót viheti, a radiátort hagyja itt. De hát ez nem egy politikus vicc, és nagyon nehéz most, amikor hát egyre nehezebb időket élünk, már nem olyan értelemben, hogy egyre többen hagyják el fiatalok is. Önök itt maradtak, de miért? Ja, nem úgy értem, hogy miért maradtak itt, már a műsorom, azt tényleg nem értem, hogy miért maradtak, de hogy egyáltalán, hogy rengetegen mennek ki Angliába, és én nézem a tévében, itt ezen a csatornán is van egy hirdetés, hogy tanuljon meg két héten belül bármilyen nyelvet, de például angolul, és ez olyan, mint egy csecsemőt megtenni, a két hét alatt járni, aki még nem tudott, hogy egy ismerősöm elment egy ilyen tanfolyamra, és azt mondták, borzasztó egyszerű az angol nyelv, nagyon kell artikulálni, tehát mindent ugyanúgy kell mondani, hogy magyarul, csak nagyon kell artikulálni. És egy angol fiatalember már, hogy magyar kiment Angliába, és azt mondta egy étterembe, hogy kérek egy pörköltet nokedlival. Jött a pincér, azt mondta, csak krumpli van. Erre azt mondta, hogy te is magyar vagy? Igen. Hát akkor miért beszélünk angolul? Úgyhogy ezek... De én erről sem nem akarok, de nem, föl van nekem írva, tehát a két fiúról kellene de beszélnem, hogy két nagyon tehetséges fiúról van szó. De amiről, de ezen nem tudom miért nevet, mert nem láttam még a műsorokat biztos, mert, hogy? Ja, ne szégyellje, hát azért lenne mit, de nem, de tényleg,
Én nagyon szeretem őket, csak tényleg ebben a vetélkedésben, és ezzel én lassan be is fogom fejezni, mert nem arra hívtak, hogy vegye fel nyugodtan. Én elvállalnám. Ki keres? Ezt nagyon szeretem. NAV? Már itt vannak. De most úgy megzavart, milyen jó, hogy fölírtam, a két fiúról mondjál jó. De nem. Szóval ebben az állandó vetélkedőben, és akkor ezzel tényleg zárom, ezt nemrég hallottam, hogy egy ilyen nagy orvoskongresszuson egy orosz meg egy amerikai orvos beszélgettek, hogy melyikeknek az orvostudomány előre haladottabb, és akkor az orosz azt mondta, hogy az én édesanyám, mondta az orosz sebész, Maty, az... Édesanyám a Putyilov gyárban dolgozott, ott volt fröccsöntő, elrontottam, mert a apja volt fröccsöntő, a mama csak úgy dolgozott. Azt takarított, és egyik nap kiborult a kén, és belement édesanyám szemébe, és szegény édesanyám megvakult, mondja az orosz sebész, de nem ijedtem meg, lementem a Volgára, kifogtam egy hatalmas nagy halat, kioperáltam a két szemét, beoperáltam édesanyám szemeire, és édesanyám azóta 30 méterrel víz alatt is. Azt mondja az amerikai sebész, ez Sebi, az én bátyám, az amerikai vasutaknál dolgozott, ott volt állomásfőnök, bakter, és egyik nap nem a sinek mellett állt, hanem a sineken, jött a vonat, elütötte az én drága bátyám, és mind a két lábát levágta a vonat, de nem ijedtem meg, elmentem az erdőbe, lőttem egy zergét, a két lábából, a négyből kettőt lesütöttem, a másiket beoperáltam az én bátyám lába helyére, azóta a bátyám helyből ugrik 40 métert. Érzik azért mind a ketten, kicsit-kicsit túllőttek a dolgokon, és azt megkérdezi aztán az egyik a másikat, mond, ezt ki látta? Ki látta? Kérdezi az amerikait, az orosz. Ma ki? Hát ez a halszemű k***a édesanyád. Bocsánat. És akkor... Ja, ez van nekem fölírva, hogy nagyon-nagyon tetszik nekem Varadi Tibor és Varga Ferenc József műsora. Köszönöm a meghívást.